itt ez a csodálatos játék, a főzet engedély. Hát, ez a játék szeptember 22-én jelent meg, és hát stílusából kifolyólag én ne próbáljam ki, ne vicceljetek. Ez egy Stardew-szerű játszi, ahol a hangsúly a főzetek készítésén van, és e köré van minden építve. Moonbury lakosai félnek a külső dolgoktól, mint például, hogy nem akarnak elfogadni semmiféle segítséget a kis közösségükön kívülről, de egy nap eljön a nap, amikor megbetegszik a polgármester lánya, és a helyi vicsdoktor nem tud neki segíteni, és hát itt csöppenünk mi a képbe, nekünk a lakosság, mi vagyunk a kis kotyvasztó. A lakosság kéréseit kell fogadni, tüneteket kell diagnosztizálni, ezek mind jól meg vannak csinálva a játékban, nekem legalábbis nagyon-nagyon tetszett. Kalapács, balta, sarló kell a gyógynövények begyűjtéséhez, nehézséget okoz majd az időjárás, illetve az is, hogy szörnyek közé kell merészkednünk, tehát harcolás is van benne, pont mint a Stardew-ban, az a dungeon-ös barlangos rész. Igen, gyógyítókat kutyulunk az üstbe, kapcsolatokat kell építenünk, mint a Stardew-ba, hogyha haladnak a kapcsolatok, akkor a várost is, mármint a közösséget is tudjuk majd fejleszteni, az épületeket. Vannak ilyen munkánkévüli minigémek, hogy lehet kockajátékokat játszani a kocsmába, illetve horgászni, lehet kutyusunk, nagyjából ennyi egyébként. Nagyjából ennyi ez a játék, így nagyon röviden, és nagyon-nagyon tömörem. Ezek pedig a beállítások. És én a hármas mentésre szeretnék menni. Jó kis karakterkreálás. Én leszek a sámán. A neugas sámán szemánsz. Hát, Sotiris. Nem tudom kitörölni, srácok. Hol az egerem? Nem enged törölni. Most ezt így... Ja, mert hogy... értem. Jó, hát én beírom így is, hogy Sotiris, az a nem olyan. Tessék, Sotiris, tökéletes. Szóval a karakterünk. A karakterünk, hát lehet hölgy és lehet férfiú. Skinünk, hát ilyen hófehér, mert ugye mi nem megyünk ki a lakásból. Az igen. Éjfeketék is lehetünk, srácok. Hajunk stílusa. Kopasz. Pontosan. Hajszín. Fekete. Szemhely színe. Sötétkék. Nincs sötétkék. Ez az lehet? Barna sincs. Hát ez szomorú. Hát milyenek ezek az emberek? Ilyen... Forsz zöld lehet a színe a személynek, én nem tudom. Ez nem kapasz, csak nullással vágott? Ja. Azt mondod? Honnan tudod? Láttad már közelről a karakteremet, Szemenz? Gyanús vagy nekem. Outfitünk színe. Piros. Tökéletes. A köpenyünk színe... Ez így jó. Oké. Okay. Nem lehet később nevet választani. Nem baj. Én örökre Sotiris akarok lenni. Na már achievementet is kaptunk. Ez egy jó játék.
Nok. Az igen, hogy fel van öltözve a kis kutyusunk. Nestor keres minket. Dr. Nestor. Na. Hogy mutatta az imótot, hogy bólogatott az emberünk? Na, úton van, hogy találkozzon a kollégáival a Mumberi szigeten. Ott fog játszani a játék. Jó. Szevasz, az be, szevasztok, srácok. Nagyon aranyos a kutyusunk, igen. Mi az ő neve? Hogy hívják a kutyusonkat? Hát... úgy hívják, hogy... Nem... Igen. Jó, nem, az hülyeség. Adjunk valami normális nevet neki. Az lesz a neve a kutyának, hogy... Kutya. Daryl után szabadon a Walking Dead-ben. Kutya. Tökéletes. Ennél jobb nem is lehetne. Ebola? Te azt a nevet adnád? Gizsgudja. Lehetne macska is a neve? Amúgy először arra gondoltam, hogy az lesz a neve, hogy nem Kalács. Nagyon aranyos neve van a kutyának, hogy kutya. Ennyi. Na már majdnem a megállónál vagyunk. Ja. Jó. Nagy lehetőség. Igen. Jó, hogyha ügyesek vagyunk, akkor ez sokat jelent majd a főnökségnek. Jó. Hadd szóljon. Bemutatkoztunk. Jó van. Ez már itt a Mumberi Island. Igen. Hát én is ezt mondtam. Na, rögtön a csajok köszöntenek minket. A kollégáink természetesen. Moira és Colin. Akkor... micsoda páros. Nagyon örülnek nekünk. Mi leszünk az új kotyvasztó? Nagyon vár minket a polgi. Számítanak ránk. Jó. Én megspricceltem egyet. Szia, Majó! Szevasztok, srácok! Jó. Normálisan fogunk viselkedni, persze. Nem hozunk szégyent a rendünkre. Nagyon jó. Micsoda chill muzsika van, srácok, elképesztő. Úgy látom, hogy nem nagyon bíznak bennünk a kollégáink, hogy sikerrel fogunk járni. Ott a polgi. Úgy hívják, hogy Meyer. Nincs az. Hát neki legalább olyan jó neve van a Meyernek, mint a kutyámnak az, hogy kutya. Tehát, hogy egy szavatok nem lehet, srácok. Ő itt a Meyer, aki a polgi egyébként. Ő a felesége, Marielle. Nagyon örül, hogy megismerett minket. Ja, ő küldte nekünk a levelet. A lányoknak szüksége van ránk. Úgy hívják a lányokat, hogy Rue.
és szeretnék megkurálni, hogy kilábaljon a betegségben. Jó, és reméli, hogy a mi segítségünkkel ő jobban lesz. Jó. Tehát a helyi vízdoktor nézi meg éppen a csajszit. Megyünk vele, persze. Na, mielőtt mindent elmagyarázni, szeretném mindenkinek bemutatni. Jó lesz. Ez az írás hang? Ez tetszik neked, Konix? Jól csinálom. Üdvözlök mindenkit, igen, itt a vendégünk. Szeretné bemutatni Sotiriszt. Így, hogy te csinálod így még jobban? Ez olyan, mint a izébe volt, a Graveyard Keeperbe. Ott a beszédhang az idegesítő volt. Alácska, neked is tetszik? Jó van. Nézd innen! A gyebéken. Csapkodjam már megint a könyökömet. A Cult of Dilemben ott aranyos volt. Igen, mi vagyunk a kémisták. Jó, igen, a lányok beteg már egy jó ideje, és kúrálásokat akarnak találni a betegségére. Jó. Hát így elnéz, a faluban laknak vagy 20-an. Hát, honnan tudod, hogy nem biztos, hogy a háremnek van joga idejönni, például. Mindenkinek egy egész háremje van. Meleg fogadtatásba szeretnék részesíteni Sotiriszt. Így van, többiek alszanak. Jó. Hát te nem emlékszel arra, hogy aki a fővárosból jön, abban nem lehet megbízni? Elfelejtetted? Ez egy eretnek, srácok. Majd lehet, hogy más egy kis kakát keverünk az ő gyógyszerébe. Ne haragudj, bocsáss meg, de mindenki egy kicsit túlzottan izgatott. Aha, jaja. Hát akkor megérte idehozni engem. Jó volt ez a bemutatás. Ez nagyon jó volt. Nem nagyon szeretik a mi fajtánkat itten. Figyelj már, itt egy régi épület, ezt korábban a korábbi kemista használta. Kicsit lepukkan, de neked ez nagyon jó lesz. Már rég elköltözött a korábbi kemista. Nagyon jó. Köszi szépen. Akkor miért ég minden lámpa? Hát mert megnézték, hogy van-e áram. Jó. 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 Persze, felfedezzük majd a szigetet. Pihenünk. Jó, nem felejtjük el, a lányodnak szükség van a segítségre. Nagyon jó. Így van. Jó. Hello. Jó éjszakát. Hello. Nem túl rezsibarát a ház, majd felszerelünk okos kapcsolókat. Bark, bark, mondta a kutya.
Na, és akkor most a játék, a movement, az interaktáció és a navigáció. Nagyon jó. Mind, igen, tudunk mozogni bárhogyan a karakterünkkel, nagyon jó. Ha futunk, akkor a kutya követ minket mindenhova, kivéve a házban. Nagyon jó. Köszi szépen. Na már is egy újabb cinematik. Torn ránk, aha. Vettünk fel olyan dolgokat, ilyen bútorokat, ilyen dolgokat, amivel lehet díszíteni a lakást, ahogy látom. Itt lehet kutatgatni. Ez egy ajtó volt. Tessék. Már is kidekoráljuk. Aha. Na hát ez nagyon jó. A törött kanapé mehet oda. Tessék. Hát hogyha esetleg jönne valami creepy ember a lakásba, miközben én alszok, akkor le tud ülni a kanapéra, amit szóltok. És tud engem nézni. Szerintem fullos. Na, nagyon jó. És a szakadt szőnyeget is oda tesszük. Tökéletes. Hát ez gyönyörű lett. Szia, Scott! Ez a kanapé olyan, hogy szebb tőle a lakás, ha üres. Azt ott meg kell javítani. Hát itt ezekből a kártyából fogok nektek jósolni. Azt is ott meg kell javítani, ott pedig le tudok ülni. És van egy dislike gomb, de hogy az mit csinál, nem tudom. Szia, Meyer. Jól aludtunk, persze. Na, itt van Xiao, a titkárja. A titkárnője. Vagy titkára, ki tudjuk. Ki tudja melyik. Az asszisztense, az biztos. Így van, a városközpontnál dolgozik a Polgi Major Meyerrel. Hívják az alkimistát, felszerelése nincs itt, egy szakadt ház csinált magad, igen. Jó. Így van, bármi kell, akkor ne a Meyer Majort keressük, hanem Xiaot. Jó, tehát először meg kell néznünk a szigetet. Pontos dolog. Jó. Megmutatják nekünk rögtön a köteleket, hogyha jól értettem. Nem tudom, mire akarnak ezzel célozni. Azt mondták, hogy menjünk délnek, aztán pedig keletnek, és akkor ott lesznek a kötelek. Reparálják nekünk a köteleket. Jó. Jó, köszi. Ők azt gondolják, hogy a mi kúrálási módszerünk az, hogy felakasztjuk a lányát? Vagy mire gondolattak szerintetek? Persze, csináljuk a küldit. Nyugatra majd észak. Te vagy már egy nyugatra észak. Hát délre és kelet. Figyeltem. Remélem házi állatok is nézik ezt a streamet. Nekik kedveskedtem. Szia Horvánzi, engem láthattál az arénába péntek este? Simán lehet. Akkor néztük az avatárt. Úgyhogy, ja. Az avatárost akkor néztük. Én lehetek a kotyvasztós. Bologattunk.
az én karakterem csak emotokba tud beszélni. Hát ez pont én vagyok. Neki az a neve, hogy Forest. Hát akkor fuss, haver, fuss. Fuss, Forest. Major Mayer mondta neki, hogy jönni fogok. Van számunkra valami kis ajándék. Drága volt ez avatar, de nagyon drága volt, Scott. A gatyám ráment. Ez egy kis üdvözlő ajándék. Forresttal. Na. Azt szeretné, hogy herbát gyűjtsek neki. De, na de mi az ajándék? Cicen, nézze, hogy kifütyül. Neki a foglalkozása után kapta a nevét. Na. Ajaj, a helyi növény, mi az? Igen, a növényzetet egy baleset, tehát egy baleset miatt eltűntek a növényeik. Jó. Gyomírtó volt biztos. Valószínűleg haragszanak a korábbi, tehát az elődömre. Mert ugye a fővárosi emberek olyan felelőtlenek, és nem vállalják a következményeket. Azt mondja, hogy neki nagy szája van. Ő is a nagy szája. Jó. 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 Tehát, ha szedtünk növénykéket, akkor majd el kell menni a kis kaibájába, és akkor jó lesz. Azért ez jó lehet. Ó, látom, te vagy az új szomszéd. Kérlek, hozni egy kifit és kettő tejet a boltból. Most még csak ennyit akar tőlünk Forest, de a jövőben ennél többet is akar tuti. Na hát, igen. Suhintunk a felszereléseinkkel, és akkor jó lesz. Ez a helyzet, srácok. Igen. Jó. Jó. Hát, suhintok. Kapta, srácok. Daisy. Ez mi? Ez egy mozgó tojás volt, srácok. Szia, Phoenix. Neked nem jött be ez a játszi? Nagyon bénák a párbeszédek. Pedig ezek a játékok ilyenek szoktak egyébként lenni. Ez ilyen stílus. Oda néz! Ragadós zselé! Ez ilyen stílus az, akik a Harvest Moon és társai, azok ilyenek. Egy Doraemont is, hogyha megnéztek, azokat a gémeket is nagyon szeretik egyébként. Jajaj. Chili cheese-es burgert fogsz enni? Szia, madari. Én most fokhagymás bagettát ettem. Srácok, inasba raktuk a medvét. Nem tudom mekkora az inventorim, de szerintem mindenkit inasba rakunk. Rajtam múlik. A kutya azt mondja, hogy csontot kér. Kutya. Igen. A kutya néha elmondja nekünk, hogy hogyan ilyen érez. Igen. Jó. És akkor mit csinálják vele?
Hát méz, gomba és almalé. Nem tudom, gomba? Értem. Hát legalább kapott. Azt a dislike-ot én is értem, hogy az ott micsoda. Simízzük meg. Na jó. Kutya, simi, tessék. Hát az a helyzet, a kapcsolatunk nem nő annyira, mint ahogy én azt gondoltam. Az nem a quest, nem az jobb oldalt van a quest. Bal oldalt, nem tudom. Igen, tehát Basil, Daisy és Jasmine. A Basil az, az melyik? Na, hát még spórákat is gyűjtöttünk. Ez a zselé, ez nagyon tetszik. Jó, addig tetszik a kombasz, srácok. Értem, hogy majd fejleszteni kell a túl, de épp egy harc közepén vagyunk. Tehát később majd fát is tudunk vágni. Azt mondta nekünk a játék. Elfogy a staminánk. Hát ez nem lehet. Kombat közben egy kis favágós tutorial, igen. Hé, hey, látom, ha éppen harcolsz, fejleszt a fejszét, hogy kivághasd a fát. Igen, pontosan ez történt. Jó. Még kell nekünk Daisy. Nagyon nyomjuk. Ez a sarló, vagy mi ez amúgy honnan van? Kiszedtük a kanapéból a szöget. Na, hát a medvénél volt a méz. Ha valakinek ez még kérdés lett volna, hogy honnan a méz. Ez nekem itt nagyon gyanús. Meadow Range Experiment Day 1. I, Dr. Samuel. Uh-huh. Öt oldalas olvasmány. De Samuelt miért ásták el az irataival együtt, srácok? Ezt nem értem. Valami rosszat csinálhatott Samuel? Azért jött csak be, mert megütötted a nagyobb követ, nekem 6 szaladta be, mert amikor ütöttem a medvét, állandóan megütöttem a követ is, és vagy egy ilyen, van egy ilyen tutorial vág, hogy mindig feldobja újra, nem jegyzi meg, hogy már mutatta. Aha. Srácok, elfáradtunk. Feladatok. Szociális rész, tehát ez itt a Facebook, ez meg itt a kraftolós rész, lapozgatunk. Jó, hát mindjárt. Itt írja, hogy melyik alapanyagot honnan lehet megszerezni. Kaja. Uh-huh. Immunrendszer javítaméz. Vannak halak, vannak szörnyek. Azokat is leírja, hogy honnan lehet szerezni. Itt vannak a tutoriálok is. Az összes tutoriál. Még lesz sok. Jó. Tehát amit én akartam, az igazából az, hogy kajáljunk. Van térkép is. Aha.
Hát ez a méz, ez... Az almalé volt az, ami leginkább töltötte a staminánkat. Na! Ez azt jelenti, srácok, hogy megcsináltuk a küldetést. A bestiárium? Ah, ott volt a bestiárium. Jó, hát átnéztük, srácok. Szia, Silent Wolf. Üdv mindenkinek. Mindent megtaláltunk, így van. Meglepett minket. Na hát most, hogy megcsináltuk a feladatunkat, ad nekünk egy újat. Hogy hívják az asszonykát? Herbaliz? Úristen. Meg kell találni Xiaot, aki a városközpontnál vár majd ránk. A városházán pontosabban, igen. Hát ez is eléggé lepukkan, srácok, mert nem azért. Jó, nem fogjuk megvárakoztatni Xiaot. Na hát, azt mondja nekünk a játék, hogy menjünk reggel 8 és 3 óra között a városházára. Hát igen. Igen, igen, mert csak holnap tudunk oda menni. Hogy bekapcsoltak a lámpák? Épp azt akartam mondani, hogy sajnos energiánk sincs már semmire. Arról nem is beszélve, hogy megcsináltunk mindent. Oho! Hát itt fürdőzni lehet, srácok. Persze, ingyen van, nem? Na. Ennyi. Igazából csak megfürdőztünk, és már jó. Hát újra van energiánk mindenre. Farmház 7-től 5-ig. Itt van Luke. Az emberek követnek el hibákat, és tudja rólunk, hogy mi jobbak vagyunk. Köszi szépen, Luke. Jó. Ide kell majd jönni. Reggel 7 és délután 5 között. Ez itt Deréknek a háza. Dean azt mondta, hogy figyelnek ránk. Most, hogy így fél 90 mindenkihez benézünk, srácok. Moonbury Cliff. Mindjárt felfedezzük ezt a részt. Tessék. Russo. Russo nem akar beszélni idegenekkel. Már este 9 van közben. Ez micsoda? Aha, a templom. Szerdánként zárva van. Hát a templomba se tudunk menni, srácok. Lassan fél 10. Na ez lesz az én helyem. Ez jól néz ki. Ez valami szektás rész, srácok.
Itt lakik Xiao. Gondoltam, valahogy gondoltam, srácok. Lemertem volna fogadni, srácok, hogy ez itt Xiao háza. Ez pedig itt Hanának a háza, és ő éppen alszik. Úgyhogy leülök a tükrel, és megsminkelem magam. Vagy felveszik a ruháját. Nem. Hát ilyeneket nem lehet csinálni. Jó, menjünk amúgy haza. Fura, hogy mindenki beenged a lakásába. De amúgy meg csúnyákat beszélnek rólunk. Jó, tehát hogyha majd följebb visszük a bizalmi szintünket, akkor a város lakói több feladatot fognak ránk zúdítani, akár itt a táblán keresztül is. Na jó van. Hát igazából menjünk aludni, mert semmi értelmeset nem fogunk itt látni. Nagyon fura, hogy semmi sincs zárva. Leánó és ott már. Mindenki felkapcsolt lámpánál alszik. Várjál. Én hol lakok? Potion House. Oké, okay, megvan. Hát itt megtehetik. Hát amikor tudod, hogy random csávok jönnek be és ülnek le melléd, amíg alszol, te se kapcsolnád le. Hát ebben van valami. Na. Becsukjuk az ajtót. Nem lehet ajtót becsukni? Na azért. Én a kanapén szeretnék aludni. Ó, le lehet ülni a másikra is. Aludtunk 5,5 órát. Nagyon jó. És akkor mehetünk a városházára. Az még kanapé. Rá lehet ülni, és magasabban van a földnél. Ja, hogy 6:40 van. Basszus. Azt hittem 8-kor kerünk fel. Pedig hát mondtam, hogy 5,5 órát aludtunk. Ez itt a fejlesztő háza, hogyha jól olvastam. Ez meg itt az opál szívű háza. Valami harcos, vagy kovács. Na, mi van még itt? Meyer, aha, ott lakik a Meyer. Jó nagy háza van. Oké. Okay. Mindjárt beszélhetünk Xiaoval, srácok. Az igen. Azt mondja nekünk, hogy mutassuk meg először, hogy mit tudunk. Kidó. Tehát kell fishing rod és kukac. És akkor mehet majd a horgászás. Átmentünk az első teszten. Jó.
Na hát a rúna szívűnek már bemutat minket. Így van, mi vagyunk azok a kemisták. Megjavítja az üstünket a házikónkba. A rúna szívű. És most oda megyünk. Akkor, akkor miért nem jöttek hozzánk? Megkérte, hogy javítsa meg, hát akkor már kopogattak volna reggel 6-kor, hogy jönnek. Most történik a csoda. Zolcsi, köszi szépen a 100-as csírt. Szia, szia. Szia, jeje. Sziasztok. Szép napot és jó játékot. Jeljoló pelpoclap. Pelpoclap. Köszi, köszi, Zolcsi. Na, most már tudunk az üstbe dolgozni. Tudunk potikat csinálni. Kellenek materiálok, akkor mehetünk oda, ahol, na, ahol az el... ahol... pár perce szedtünk növényeket. Jó. Jó. Üst feloldva. Ez lesz a fő felszerelésünk. Na hát, akkor mehet valami. Relaxáló balzsam. Sebetisztító. Jó. Aha, maximum quantity. Jó. Tehát összesen 5 cuccból lehet összerakni. Van egy olyan érzésem, hogy ilyet most még nem fogunk tudni. Tehát, hogy ez még kevés lesz, srácok. Hát igen, mert nem is lehet elforgatni, úgyhogy ez felejtős. Hát, olyan, mintha ezt se tudnám megcsinálni. Hát ez... hát akkor jöhet a relaxáló balzsam. Na nézzük csak. Ez nagyon bonyolult, srácok. Oda néz. Kész. És ott is van a relaxáló balzsam. Hogyha még 4-et gyártunk ebből, akkor gondolom nem kell újra bepakolgatni. Úgyhogy csinálunk még ilyet, mit szóltok. Relaxáló balzsamot. Nyomod. Nagyon jó. Amúgy valami feladat, csináljunk ilyet is. Ahogy azt mondják, hogy más nem is tudunk. Na. Hát ez szerintem nem lesz jó. Egy ilyen mindenféleképp kell ide. Jó, nekem ez így tetszik. Jó, csináltunk ilyet is, meg csinálunk egy másikat is, ezt a sebtisztítót. Ezt már nem tudjuk így megcsinálni.
szerintem örülhetnek, hogy ennyire szakképzett alkimista érkezett a városba. Hát az biztos. Aha, tehát... napcseppek. Ezek a napcseppek lesznek. Nézzük ezt, le tudjuk-e még neki craftolni. Hűha. Hűha. Hűha, ezt már nem. Hűha. Ez már sajnos nem fog menni. Amúgy volt valami feladatunk, hogy csináljunk ilyen-olyan dolgokat. Hát amúgy megvagyunk. Az ilyen-olyan dolgokat amúgy megcsináltuk. Mert a címben, hogy vannak droppok. Igen. Napfény, napfénycsepp. Szerencsére mindent csináltam, ami kellett nekik. Megcsináltuk, amit kért. Nem is rossz, azt mondja. Végre egy kiváló kemistát kaptak. Kíváncsi vagyok, hogy milyen baleset volt múltkor, mármint hogy legutóbb. Így van, a Polgi az sokat vár tőlünk. Sok dolgokra, mert hogy nagy dolgokra számít tőlünk. És azt mondja, hogy majd holnap folytathatjuk. Jó. Jól van. Hát én arra gondoltam, srácok, hogy megyünk tovább. Hát ugye itt jöttünk a vonattal. Matteo ház. Az a helyzet, hogy nem sok mindent lehet egyébként csinálni. Tehát, hogy lehet fejleszteni valahol. Ha. Nézzünk körül, hogy hol lehet mondjuk horgászbotot szerezni, vagy például hol lehet fejleszteni az eszközeinket. Konyha renoválás. Értem, hát ez komoly. Ja, hát úgy néz ki, hogy... ez itt ennyi. Az ott egy dákó? Szegény maci ki van itt nyújtva. Tehát akkor nem itt lesz. Az amúgy horgászbot volt pont, nem az a dákó. Igen? A Zekének van sátra. Ki lehet az a Zeke? Jó, hát igazából... igazából senki nem akar velünk domálni, ameddig nem bizonyítunk. Jó van. Ez a shop esetleg jó lehet nekünk? Na, szika. Na hát ehhez fa kell. Aha, hát igazából mindenhez fa kell, meg kavics, de hát ugye egyik sincs, tehát hogy lesz. Hát akkor majd valószínűleg szerzünk valahogy. Oké. Okay. Jó, hát akkor a játék azt szeretné, hogy húzzunk el. Hát ott is például horgászni lehet. Jó, hát akkor menjünk. Tehát, hogy nem tudunk mit csinálni. Tehát, hogy pénz kell,
kell még fa, meg kell kavics, és addig nem tudunk semmit se csinálni, feladatunk meg nincsen. Senki nem akar velünk beszélni, mert hogy először bizonyítanunk kell, szóval akkor mehet a nyersanyag szedés, illetve a holnapi napra várás. Ja, most még csak kis sarlónk van. Nem. Van valami kalapácsom is. Meg amúgy van fejszém is. Fake info volt, sorry. Szóval én ezt akartam. Így. Aha, lehet nála venni növényeket is pénzért. Az a dislike, nem tudom mi lehet. Szia, Viridiana. Na tessék. Hoppá. Most már jobb lesz, srácok, csak mondom. Most már tapasztaltak vagyunk. Profik vagyunk most már. Szevasz, Gabcsi. Mi van, kutya? Tessék, kaptál egy kis mézet. Aranyos a kis kutyám, Gabcsi, azt mondod? Vasat találtunk. Nagyon jó. Hát ez el fog tartani egy kis ideig. De kivágjuk. Igen, és 125 fa kellett, mert nem tudom, 50 szikla. Úgyhogy durván meg kell nyomni a farmolást. Peregnie kell a grindnak. Mert a leave to win, igen, kb. Jaj, basszus. Hagytam, hogy megcsapjon. Mi van, beteg kislánya? Hát... Ráér. Úgy néz ki, hogy az ráér. Beteg kislány. Igen, méz jön a medvéből. Igen. Ezért mindjárt elfárad a karakterünk.
Jó, hát kifáradtunk. Kifáradtunk, és most visszafele kell menni. És én arra gondoltam, hogy még fürdőzünk egyet, ha még engedi a játék, és akkor visszévünk ide. Szia, Tom. Ebben energia szeletet? Nem, majd a horgászás jó lesz, csak még nem tartunk ott. A horgászás nagyon jó lesz majd erre. Egy szemezgenc ezzel a játékkal? Nocsa. Hol a fürdő? Azaz. Miért a... Nem úgy jön a mész, hogy meg kell fejni a medvét? Na, basszus, hát ők már be vannak zárva. Na, jó, hát igazából meg vagyunk, vagy kutyuljunk valamit? Jó, inkább megyünk. Ez a biztos, ha alszunk. Zotiris! Rú, visszatért! Jó, elvitték őt egy üres klinikára. A Rú a lányuk. Gyere, gyorsan, kövess! Tűha! Ő a helyi witch doktor, tudni. Meyer, Zotiris! Meg kéne nézni, hogy mi a baja. Ki ez, Mateo? Mit csinál itt? Kérdezte tőlünk. Mateo, ő itt Zotiris, a kemista a fővárosból. Zotiris, ő pedig itt Mateo Moonberry-nek a witch doktora. Úristen, felkiált, küldetést akar nekünk adni. Mit jelentsen ez? Mateo, ezt majd később megbeszéljük. Jó, igen. Kicsit a lépés hangja fura, pár óra játszik után zavarnak komolyan. Nem tudom, mennyit játszottál ez a játékot, de eddig hogy tetszik. Hát ígéretes eddig, de még nem játszottam vele eleget, hogy így erre tudjak jól válaszolni. Na, mindent kipróbáltak, de semmi se segített a csajszín. Na, segítünk a lányán, persze. Furán érzi a nyakát. Jó, tehát először diagnosztizálni kell, hogy mi lehet a probléma. Hogyha sikerül, akkor hát tudjuk, hogy milyen betegséggel van dolgunk. Szia, Sophie. Tehát ott van. Mutasd, hol nyúlt hozzád a bácsi. Jó. Na, ritmus mini játék. Mert a Guitar Hero. Perfekt, srácok. Kész is. Tettünk egy sebb tapaszt a nyakára, most már jobb. Hogy van? Jól lesz? Ez a nap féreg szimptóma? Uh-huh.
tessék. Annál féreg, srácok, el ne kapjátok. Mert akkor furán fogjátok érezni a nyakatokat. Na, hát ilyen természetellenes gyógyszereket fogunk alkalmazni a lányon, és jó lesz. Na. Mateónak ez nem tetszik. Rú még mindig gyenge. Mateó a helyi tradícióknak a híve. A fővárosi gyógyszereknek nem várt mellékhatásai lehetnek. De hogyha ez meggyógyítja a lányom... És Sotir is csak az itt található alapanyagokból dolgozhat. Ja, mert az erdőben leszakított bogyónak nincs mellékhat... Nem, hát az... Jó. Ránk spriccelt Mateo morcos. Jó. És kettes bajtak a beteg lányukkal. Tehát Moon Brine-t kell craftolnunk. Jó, hát na... Igen. Moon Brine-t kell a nyakára. És konkrétan... Remélem látjátok, hogy ez egy fontos feladat, mert ott van a... A riasztó, vagy nem tudom, az a jelzés. Moon Brine. Na hát, kell barna, arra emlékszem. De a medve karom, az mindenféleképpen kell. Kell egy ilyen. És ezt még oda tesszük. Jézus, hát akkor nem ilyen kell. Nem kettő ilyen. Szia, csap-csap! Kész is van. Full easy volt. Mennyien lehet ezt eladni? Nem is írja ki. Gyorsan megkúráljuk Rút. Szia, ez itt a klinikám. Na, és a nyakára mehet. Kész. Vége is a játéknak, srácok. Megkezeltük a csajszit, most már kész vagyunk. Alig várja, hogy hazamehessen a papához. Mateo mérges, ahogy látom. Jobban érzed magad, kedvesem, Rú? Azt hiszem. Hála a magasságnak, magasságosnak. Ó, kicsi lányom, végre meglettél kúrálva. Nem érzed magad furán? Nem, mama, soha nem éreztem magam még ilyen jól. Köszönjük szépen, Kemista. Az adósaid vagyunk. Mateo pedig kételkedve, de elfogadja, hogy segítettünk rajta. Mi volt pontosan az üvegcsében? Biztos hozzáadtunk valami gyanús cuccot. Persze, a titkos hozzávaló. A titkos hozzávalót, na nehogy hozzáraktuk. Ez nem lehetséges, hogy ilyen gyorsan megkúráltuk. Tuti hazudik, azt mondja Mateo. Azt mondja a Polgi, hogy miért nem dolgozunk együtt, hogy találjunk megoldást. Uh-huh. Ja, biztos jó. Biztos jó lesz.
Hát igen. Ez a Polgé legalább olyan jól látja a dolgokat, mint Viserys király. A sárkányok házában. Jó. Jól van. Na, most már másokat is meggyógyíthatok? Jól van. Jó. Mateo megsértődött. Nagyon sértődős ez a Mateo. Jó. 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 Tehát hazamennek. Nagyon jó. És akkor most beindulhat a biznisz? Jó, tartsuk rajta a szemünket, Rún. És üzeni kell a fővárosba, hogy jól haladnak a dolgaink. Hamarosan látjuk egymást újra. Kaptunk 150 gramnyit. Ne arra ugyatok, de fontos feladataink vannak. Menni az erdőbe. Női hangom? Ó, basszus, nem is figyeltem. Az elixir 450 volt egyébként. Na, tehát gyorsan ide, és mehet a grind. Ha a grinddal meg vagyunk, akkor majd holnap csinálunk valamit. Muszáj nyomni a grindot. Jó. Ezt úgy kell csinálni, egyszerre több dolgot is csinálunk, hát ez nem jött össze. Semmi gond. Speedrend kell ebből most nyomni, muszáj. Nagyon jó. Most fölfele menjünk el. Úgy kell sietnünk, srácok, hogy vissza tudjak érni a fürdőházba. Hogy feltöltsön minket. Uh-huh. Ez a slime az meghalt, jó. Azt nem értem, mi van akkor, hogyha nem etetem a kutyát? Meg ha eltettem, az miért jó? Mármint azon kívül, hogy életben marad. Mert szerintem úgy nem fog meghalni. Így zsarolnak engem, hogy használjak el alapokat arra, hogy eltessem a kutyát. De miért eltessem a kutyát? Nem csinál semmit. Most itt erre, oké. Okay. Jó, majd megsimogatjuk, és akkor hát, ha tele lesz a bendője, mit szóltak. Hát
Ezek adva lány plusz, mert nem hiszem, hogy meghalni. Szerintem sem. Most már nincs energia. Érzelmi manipuláció, hát igen. Amúgy ti tudjátok, srácok, hogy milyen plusz adhat a kutya, hogyha megetetem. Mert így töltődik egy csík, de az a csík az töltődik a simogatástól is, szóval így én nem tudom. Jók vagyunk egyébként, egy óra van, tehát még simán vissza tudunk menni a fürdőházba. Remélem lesz valami fast travel vagy valami hasonló. Van fast travel? Na tessék! Ne szivass! Keddenként meg zárva van. Vagy ez csütörtök. Ez csütörtök vagy kedd? Ez mindig keverem. Szerintem ez csütörtök. Aha, tényleg. A zászló fastra van. Köszi, Ati. És hova lehet utazni? A csengőket kéne megjózolnom? Köszi Mirmidron. Köszi srácok. Van ez olyan jó, mint a Stárjó? A Stárjó az túl jó. Ja, akkor ez a csütörtök, köszi. Így van, ahogy a srácok is mondták, fast travel. Tökéletes. Na, hát akkor a többit is be kell gyűjteni. Stárjó az túl jó, de amúgy hát ígéretes végül is, ez a játék egyelőre ígéretes, nem tudom, hogy mennyire jó. De jónak tűnik abszolút. Még egy van ott kint. Na, hogyha jobban vagy a kutyával, az kettő ezt a dolgot is ad, de mivel kint van, hogy nincs kibickedés, további információt nem osztatok meg. Köszi, Onyx. Horgászni szeretnék nagyon. Na hát tudunk venni kukacot. Na de honnan lehet a botunk? Honnan lehet venni botot, srácok? Így van, ahogy Onyx is mondja, így van, pontosan így van. De most amúgy nem tudom, nincs jobb ötletem, mint hogy visszamegyünk. Ránézünk róra, és alszunk.
hát akkor igazából nem nézünk rá róra. Lefeküdtünk, srácok, délután 6 előtt egy 20 perccel, és most keltünk reggel 6-kor. Ez egy hosszú alvás volt. Valamivel akarnak rólunk beszélni a csapatomtól. Sziasztok, mi a célja ennek a játéknak? Hát, főzeteket csinálunk igazából. És betegeket gyógyítunk, röviden és tömören. Nem számítottak arra, hogy ilyen gyorsan megoldást találok a polgi lányának a problémájára. Kene info a horgászatra? Aha. Mire gondolsz, gumifa, hogy mi mire jó? Na. Így van. A Polgi most jött arra rá, hogy ha valami, tehát hogyha megtörténhetett ez a betegség a lányával, akkor bárkivel bármi probléma történhet, és nem lesz orvos, aki megoldaná ezt, hogyha én nem lettem volna itt, ugye? Tehát olyan emberekre van szüksége, mint rám, a Polginak, a tudásom miatt. És szeretné a Polgi azt, hogyha itt maradnék velük egy kis időre. És akkor... kamatoztathatom a tudásomat. Ja, hogy a kreátorkódom az mire jó? Hát, hogyha vásároltok Epitiken keresztül, akkor azokkal a vásárlásaitokkal tudtok támogatni engem. Jó. Maradunk. Jó. 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 Tehát a lényeg, itt fogunk maradni, srácok. Mert segítettünk a lányán. Északnyugatra kell menni. Aha. És akkor lesz valami cutscene. Kijátszottuk a játékot, Zakika, így van. Jó. Jó. Tegnap harcos játék, speedrun volt, ma a farm simulator. Bizony. Jó. De arról beszél, hogy nem mindenki úgy áll hozzánk, mint ő, tehát, hogy meg kell változtatni az emberek hozzáállását, hogy működhessen a kuruzslásunk, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt jól mondani. Tehát, hogy jól kikuráljuk az embereket, az itt lakókat. És akkor ők is örülni fognak majd nekünk. Na, tessék, a dislike-unk most már like lett. Na, úgy néz ki, hogy most beszélni fognak majd velünk az emberek. Jó. Tehát nem szabad elbukni a kezelésükön az embereknek, és akkor
igazából kapom majd a lájkokat. Ja, véleményem a Judgmentről? Hát egy nagyon jó. Hát egy jó játék, olyan szempontból egy jó történetet tár elég, legalábbis ahogy itt én láttam belőle, és a játék elemei mind ilyen kis minigémként vannak tálalva. Mindegyik része a játéknak ilyen kis önálló játék, vagy hogy mondjam. Röviden összefoglalva a véleményeim pedig egyébként a kurátori oldalon, meg a külön a kurátori Twitter accountomon kint vannak egyébként, hogyha az belinkelétek, srácok. Hát most be kell mutatkoznunk mindenkinek. Hát akkor mehetünk fel. Minden játszik, amivel játszok. És van Steam-es verzió belőle, azt így mind értékelni szoktam. Amúgy tudtunk volna fast travelezni. Ha ott már kávézója. Ott már mondja hello! Ott már nem szereti a kemistákat, és Leano se szereti. Ott már elfoglalt, dolgoznia kell. Adni kell neki ajándékot. Jaja. Igen, igen. Jön a Ken a Steamre, így van. És elgondolkodtam, hogy ebből kifolyólag adni kéne neki egy esélyt PC-n is. Az helyzet a Choice-it, azt nem biztos, hogy fel kéne kelteni. Hát, mivel reggel van, lehet, hogy el kéne mennünk, srácok, nyersanyagot gyűjteni. Ez amúgy tényleg hatalmas csalás. Tagadós zselé. Még a Grounded 1.0 is majd komolyan? Na várjatok, mert lehet, hogy nem tudjátok, hogy hol kell amúgy ezeket keresni. Tehát... Na. Itt a Steam kurátori oldal. Itt pedig... Hogyha nektek ez az egész Steam kurátoros idegen lenne, akkor is a Twitter bejegyzések azok valamennyire egyértelműek, azokat pedig itt lehet megnézni. Amúgy valószínűleg erre van egyébként parancs is. Bezártam a csetet. Na basszus. Jó, visszajött. Megmentettem a csetet. Az a gond, hogy azzal, hogy itt öljük ezeket a lényeket, igazából két esélyes, hogy most adnak el útot vagy sem, de igazából más nem tudunk csinálni, szétcsapjuk őket. Nincs mit, Phoenix. És ez egyébként minden egyes vod alatt, ami így kikerül, és mondom még egyszer, van Steam-es játék belőle, van Steam-es verziója, az alatt ott van egyébként a leírásban a link a véleményemre. Mi történt? Hol mi történt?
Miért lájkjelva? Hát azért, mert a polgi, tehát hogyha jó kezeléseket, tehát hogyha jól dolgozunk, akkor lájkot kapunk, ha szarul dolgozunk, akkor meg diszlájkot. Igazából ennyi. Kutyát megesimíztem ma? Nem. Mi úgy játszok ezt a játékot, hogy majd a kutya megsimíz minket. Maci. Nagyon jó. Még ezt is itt szét lehetne szedni. Mennyibe kerül az első eszközfejlesztés? Mindegy, hogy melyik. És most mehetünk vissza. Ide akarok jönni. Mondjuk először energiát kéne tölteni. Na ugye elszaladjon velünk a nap. Bár ez 2 óra. Hát, de talán akkor még belefér minden. Milyen jó, hogy ez még ingyen van egyébként. Oliva. Így van, azt reméltem, hogy fürdőzhetek. Biztos abban, hogy nem olyan fancy ez a hely, mint a fővárosban. Jó. Jó, igen, ne csináljunk rendetlenséget. Mert elfáradt már abból, hogy folyamatosan suvickolnia kell, tisztára kell suvickolni ezt a helyet. Hát ez a dolgot, tesó. Hát, hogy mit gondoltál? Hát nyilván nem fogok a vízbe belekakkantani, meg pisilni, de hogy így... Mit gondolt? Szóval most kell valami kátszín elvileg. Aha, hát ez még mindig nem jó. Ő leánó. És ez az ő boltja. Hát ez szuper. Nagyon ilyen kalózos szöveget nyom. És neki is lehet hozni ajándékot. Vele meg már dumáltunk. Helyzet. Egyelőre nem látok lehetőséget a horgászbotra.
Szóval lehet, hogy rossz helyen próbálkozom. Ez mikor nyit? Aha, tehát ez ma nincs nyitva. Kávézó, az még nincs nyitva. Hát akkor menjünk a többiekhez. Például itthon lehet-e Xiao? Nem. Itthon lehet-e Hana? Hana sincs itthon, de van méz az asztalán, azt el lehetne lopni. Ameddig dislike jelen van, addig lehet a népekkel dumálni. Vilinél van a horgázod? Bárcsak itt lenne Vili. Nagyon spriccelek, azt mondja a játék. Hát itt nincs senki. Hát ez csak keddenként van nyitva, hogyha jól olvasom. Hát Zeke sátrában ég a lámpa, Zeke nincs ott. Akkor vajon hova? Hova kell mennünk? Itt le lehet ülni. Aha, na ott egy csaj. Gyere csak. Ő az opál szívű. Na. Ő lesz a kovácsunk. Na, gyere csak vissza. Jól használjuk a fejszénket. Meg is lehet hozni ajándékot. És itt... És itt ki van? Itt van az opál szívű birodalma? Aha, igen, igen. Egy cica? Ez Zekének a cicája, ne eltessük meg, mert ételallergiája van. Na tessék. Még a cicával is gyűjtjük a reputációt. Hova lehet tovább menni? Hát mondjuk este van, nem hiszem, hogy sok emberrel még találkozhatok itt a utcán. Itt van Hana. Szóval szerinte cuki vagyok. Jót lehet vele beszélni. Valószínűleg minden nap érdemes velük, vagy minden héten érdemes velük beszélgetni. Oszmán, itt van Oszmán, és ő itt a rendőr bácsi. Jó, itt csekkolgatja a helyeket, jól van. Na, és itt van a kocsma. Megtaláltuk a kocsmát is. Jorn. Azt kérdezi, hogy mit csinálunk itt. És ráspicceltem a táblájára. Tudja, hogy ki vagyok. Van itt Kaja Pia. És lehet még árkád játékokat is játszani. Nagyszerű. Jó. Ja. Mi jó, dumáltunk vele. És azt mondja, hogy Nova. Igen, hozzá beszélünk. Ő az, aki
meg tudja változtatni a kinézetünket. Erre is dumáltunk. Ő pedig itt Márta. Na. Oké. Okay. Gyökérsör. Tehát Jornak van gyökérsör, ezt javasolja nekünk, hogy érdemes kipróbálni. Köszi az ajánlást. Jó, akkor itt van Runehart. Kisebb vagyok, mint amire ő számított. És valószínűleg ő Opalhartnak a lánya. A tippen nem kéne, mert hogy azt mondja, hogy ő hamarosan egy legendás kovácsa lesz ennek a városnak. Jó, és most ugye az a feladatunk, hát nem tudom, úgy beszélhetünk a többiekkel, végül is belefér. Ja. Szóval, hogy van egy csomó energiánk, és azt el lehetne használni arra, hogy még grindolunk. Itt a kárpitosunk, Reiner. Jó. Vele is még dumálunk. Csak... Jó. Hát valószínűleg vele fogunk a legkevesebbet beszélni, mert ő ahhoz kell, hogy kidészítsük a lakást. Dan. Valami hajós arc. Kalóz. Ő tuti kalóz. Már hogy itt az, hogy dumálnak az emberek, az kitakarja néha a párbeszédünket. Jó, hát igen, ő az asszisztens. Jó van, beszéltünk mindenkivel itt. Jaj, nem akartam, nem akartam. Szia. Én azt az ajtót akarom megnézni. Hol lehetnek az árkád játékok? Aha. Hétfőnként zárva van, és azt mondták, hogy lent van, szóval mi fölmegyünk. Uh-huh. Meg lehet itt nézni az összes szobát a kocsmában. Na, mehetnek a minigémek, én azokat nagyon szeretem. A minigémeknél itt van... Helena. Igen, ez lesz az első alkalom, ezt jól látod. Jó. Na. Ja, akkor vele nem lehet dumálni, mert... Ja, jó, azt hittem, hogy nem lehet vele dumálni. Jó, neki is lehet hozni ajándékot. Na, nézzük! Tehát a csirkét nem lát. Hát ez rohadt jó, srácok. Oda nézzetek. Na. Jó. Ezt le kell hozni, srácok. Mert siba-liba kell, hogy legyen. Mm-hmm.
Ne! Nem leszünk így elsők mi. De! Mi? Az hogy? Srácok, meghekkeltük a rendszert. Tehát első letem 3800 font. Jó, csináljuk meg. Tehát ez, tehát, hogy bágos a rendszer. Na, majd most. Hoppá, ott is van. Na, tessék. Jó, mondjuk bágos maradt a táblázat. Az helyzet, ezt a játékot ki is játszottuk így. Ez ugyanaz. Ez is ugyanaz. Ez is ugyanaz. Azt mondták, hogy itt vannak árkád játékok, de én akkor már ki is játszottam. És hol lehet kártyázni? Izé, fürdőháznak a tulajdonosa. Be akar-e zárni a fürdőházat? Nem tudom, meddig lehet fennmaradni. De én el akarok menni még nyersanyagot gyűjteni. Kicsit nem figyelünk, és az összes mini játék ki lesz játszva. Az helyzet. Vagy így, ami volt, azt meg is csináltuk, Zakika. Elfogytak a minigémek, én úgy érzem. Nem számoltak velem, pedig hát nem early access, meg nem beta a játék. De hát valószínűleg még haladni kell. Forintos game talán nem sok, nem túl sok minigémet várnám. Stádió az mennyibe kerül? Azt nézem, hogy itt nem lehet tovább menni. €15? Uh-huh. Az se sokkal több. Összeestünk, srácok. És átaludtuk a napot. Úgy néz ki, hogy... Nem tudom, egyébként nem figyeltem, hogy most így mi történt, tehát hogy hány órakor aludt el a karakterünk,
de elaludtunk. És nem is írta a játék, hogy erre oda kell figyelni. És nem is tudom, hogy buktunk-e valamit például. Éjfélkor? Lehet amúgy éjfélkor. Ezért nem figyeltem az időt. Ha úgy néz ki, hogy minden nap lehet velük beszélni, és akkor jó, jó fej leszek. Igen. Jó, tehát, hogy mi? Tehát jók vagyunk. Ja, hogy az első emeletre kell fölmenni, nem figyeltem. Hoppá. Igen, találkoztunk a Moonbury-s lakosokkal. Na nézzük, mit akar velünk beszélni a polgém. Nem mindenki fogadott minket nyitott karokkal. Szia, ennek oka van, igen. Történt egy baleset, aminek az okozója a kemista volt az elődünk. Úgyhogy a Moonbury-sek kibannolták az összes kemistát, akik a fővárosba jöttek. Úgyhogy csak Mateo tudott az egészségről gondoskodni, a lakosok egészségéről. Hajnali kettőkor esik össze? Köszi, köszi. És ez ment addig, ameddig Rú váratlanul le nem betegedett. És Mateo nagyon sokféle megoldással próbálkozott, de egyik sem működött. És aztán realizálták, hogy a problémát nem tudják maguk megoldani. Jó. Jó, hát így érthető, természetesen. Ezt már elmondták. Kaptunk egy badge-et. Elismertek minket. Kaptunk engedélyt arra, hogy még több dolgot fedezzünk fel a szigeten, és még több materiált gyűjtsünk. Szia, Coolers! Ja. Ha bizonyítunk, akkor még magasabb szintű elismerést fogunk kapni. Az egyes badge meglett. Jó. Na, itt van Dev. A fejlesztő. Ó, ő az egyetlen postás. Ki van fáradva. Micsoda postaládáik vannak. Bizonyos Polarz. Hát, csináljuk az alapanyaggyűjtést. Én bízom benne, hogy lassan eljön az idő. Ideje annak, hogy végre fogyasztani is fogunk. Addig megy a grind.
munkát kell váltani, mert már nincs kedved a három szakhoz. Azt hittem, hogy elszereted, Kulársz. Azt sem tudunk majd eszközöket fejleszteni, csak nem tudom melyik legyen először. Hoppá! What's up, azt mondja a forrestes arc. Ó, hogy ott majd tovább lehetne menni? Aha. Bubble úgy hívják amúgy a feleségét. Szóval nem úgy hívják, hogy Herbalize. Hogyha rá gondoltál, Onyx. Hát el kéne takarítani ezt a törmeléket innen. És akkor sokkal több minden nyersanyaghoz hozzáférnek. ...1500 pénz kell hozzá. Maci, egyszer üt egyet, és utána, hogyha szétszpemeljük, akkor már nem bánt. Igazából nem baj, hogy most nagyon sokat grindolunk, mert úgyis sok alapanyag kell. Hoppá, ott már megjelent egy Pokémon. Na gyere, gyere ide. Erre is volt energiánk. És most már megyünk haza. Grind! Így van. Na. Biztos kibeszéltek. Ó, a horgászhálókról beszéltek. Ott északnyugaton.
Végignézted a Cyberpunk sorozatot? Az nekem is tetszett, Coolers. Én nagyon-nagyon, nekem nagyon-nagyon adta a Cyberpunk sori. A Tekkenbe meg bele akarok kukkantani, de nem tudom, hogy mennyire lesz majd az én világom. Jaj. Na valószínűleg amúgy ilyen hálókat is kell csinálni. Na, most lesz majd Szerintem most fogunk majd tudni horgászni. Ő itt Luki. A fővárosból jöttünk. Nem elálltuk a tesóját, Laurát. A kis tesóját. Van Tekken, sori. Hát ez szívás egyébként, hogy most már a beszélgetés az annyi, hogy kb. Ugyanazokat mondják a karakterek. Tehát nyomjuk. Aha, Cyberpunk Edge Runners Netflix-es sori. Nagyon-nagyon jól elkapták, nagyon-nagyon jól hozzá a Cyberpunk játék feelingjét. Sosi Porgi! Na, Porgival is panulunk. Szevasz, Zekem! Nekem azért nem tetszik a Cyberpunk Edgerunners, mert hogy már vége is. Lehetne még több rész. Úgy el tudnám nézni, mint egy Naruto-t. Sok száz részen keresztül. Ő is rendőr. Van Iker tesója, ő pedig Derek. Akarok ilyeneket venni. Hát ez már nem lesz nyitva sajnos. De a küldét még meg tudjuk csinálni, úgy néz ki. A horgászhálóból ki vannak fogyva. Ottomárnak még lehet hálója. Meg kell kérdezni őt az első emeleten. Szevasz, miért vagyunk itt? Acél horgászhálót szeretnék, igen. Amúgy jól mondom, ez az. Ez az utolsó darab, nem tudja eladni. Nem el tudnék valami cserébe adni. Valami kukorica kell neki, meg méz. Adott nekünk egy listát, és ha ezeket elhozzuk, akkor odaadja nekünk az utolsó hálóját.
Az helyzet, hogy mindenünk megvan. Méz, gomba és a baziliszkus. Tessék. Megvan minden, bizony. Ez gyors volt. Mondtam, hogy megéri a grind, srácok. Na most már van horgászhálónk. Ezért farmoltunk évekig, így van. De ide fishing rod kell. Na jó, tehát ezen nem érzem azt, hogy előrébb lennék most. Jajajajajajaj, mit csinálsz? Biztos nem veszünk semmit. Elmegyünk még a kocsmába. És utána alszunk. Oszmánnal is beszélünk. Polgival már beszéltünk. Oliviával is beszéltünk. Az opál szívűvel is. Na jó. Jornal is beszéltünk. Úgy néz ki, hogy mindenkivel beszéltünk, srácok. Mert az alvás. Na, azt a csajt még nem láttuk. Ja, ő a Nova. Oké. Amúgy itt van a... Tehát, hogy alkimisták vagyunk, de eddig... Alig kellett valamit kocsvasztani. Sajnos. Szia, Willy! Szevasz, Sotiris! Aki próbálta már a Cyberpunk szerepjátékot? Én nem. Közülünk Astromis a nagy szerepjátékos. Azt tudom. Reiner telepített ebbe az épületbe fontos dolgokat. Na, mint például... Lett benne kályha? Ó, hát jött egy jelzés. Bip, bip. Na, ezt a hangot halljuk akkor, hogyha egy lakó megbetegszik és idehozzák. Így fogunk értesülni arról, hogy van egy új páciensünk. Szevasz, Iston! Szevasztok, srácok! Jó. Na hát remélem, hogy mindenki lebetegszik most már, mert hát így valakit úgy ellátnék. Ellátnám már a baját. Tehát, hogyha valamelyiküket megbántjuk, akkor mindegyiküket megbántjuk. Ők egy nagy család, ezért van az, hogyha valakinél nem sikerül a kúrálás, akkor morcosak lesznek és dislike-ol mindenki. Ebédre mindenki meg fog jelenni? Remélem is. Na hát a klinikát is most már feloldottuk. Lehet fejleszteni most már a klinikát a bulk and build-ben.
Jó van. Köszi. Remélem mindenhonnan fogom hallani ezt a hangot. Szép promóciát Twitch-től, hogy a giftelt szab is olcsóbb, még jó, hogy tegnap nem volt ilyen. Igen. It's a September surprise. Igen, 23:30-kor. Igen, igen. Az ajándékszábok is kedvezményt kapnak. Ja, látom. Az utolsó 3 napra van ez az akció. Istag. Én tegnap este kaptam erről e-mailt. Ide nem szívesen feküdnél be? Nincs más lehetőséged. Vagy ez, vagy a halál, ugye? Gyorsan el kell használni az összes energiánkat, srácok. Az a helyzet, hogy új lehetőségek akkor vannak, hogyha beszélünk emberekkel, illetve telnek a napok. Na már most. Hogyha ezeket megcsináltuk, akkor utána lehetne csinálni azt, hogy vagy alszunk, vagy pedig azt csinálom, amit most is. Hogy nyersanyagot gyűjtünk. Most nem tettek, hogy a nyersanyaggyűjtés az eléggé megérős. Elég is pikpak kész lett az a küldetés. Pedig nem tudom, hogy mennyire számít az, hogy... hogy... egy cselekvéssel ütöm szét az enemit meg a kavicsot. De megpróbálok spórolni az energiával. Hát ez ilyen is tag. Veszel valamit, holnapra már olcsóbb lesz. Most már csak rengeteg pénzt kéne szerezni, és akkor lassan át tudnék menni az új zónába. Ha megvan a 200 fa. Az helyzet most... most járunk eddig a legjobban. Most haladunk eddig a legjobban. Mert hogy... még dél sincs, de már elfogyott az energiám. Szia, Dátvidon! Ezt meg már biztos... talán ezt a favágást... aha, már erre sincs. Ezek a Pokémonnak. Ugye? Ja, hogy ja, aha, tehát, hogy fast travelni nem csak a fast travel ponttal lehet, hanem bárhonnan. Úgyhogy mire való? Nem tudom, valamit csinál, de azt mondja, nem tudjuk, hogy mire való. Lehet etetni. Egyre még ott tartok vele. A Szandrával még nem beszéltünk.
Ő a társtulajdonos ennek a helynek, és a rendőrfőnöknek a felesége. Ő Oszmánnak a felesége, akkor ezek szerint. Csináltuk, mehet a grind tovább. Ha, jól sértettem, hogy ez a fa vágható. Én úgy gondolom, remélem jól egyébként, hogy most potionokat úgyse tudunk craftolni, tehát abszolút jó, hogy grinddal töltjük az időt. Jogos egyébként, srácok, kutyust is kell simézni. Adunk neki egy gombát. NPC-t lehet vele megkerestetni például. Hol van Cassandra, hol van Dan, hol van Dean, hol van Dev? Na, tessék, például erre jó. Copper nugát. Na, ilyet még nem láttunk eddig. Egyébként igen, lehetne craftolni potikat, de amíg nincsenek betegek, én potit se akarok craftolni. Oké, és ezt a részt átnéztük. Ja, látjátok, hogy már csak pénz kellene, hogy itt tovább menjünk. Úgy kell benned valami? Orvos? Orvos látta már, Pulev? Este 6 óra. Megetted neki? Jó. Tudom, mi bujkál benned. Latina gyűjtögetési vágy. Ilyen
fura, hogy néha nem támad a maci. De nap lehet megvetted a lósásmentet? Nagyon jó amúgy, nekem nagyon tetszett. Jaj. Jó, hát úgy néz ki, hogy megvagyunk ezzel a placsal. Most meg aztán pláne. Úgyhogy mehetünk haza. Na! Na, jött egy új páciens. Ujjjjj. Széteste? Na, mit találtál, Szent Kulárz? Tehát kúrálnunk kell egy beteget. Tehát, hogyha nem megy a kúrálás, akkor Mateóhoz viszik el. Bedobott egy reklámot. Itt most nálam a Twitch-en, Kulárz. Nálam. Bal fölül ki volt írva, hogy ezzel Ihanter támogatod? Azt nem láttad véletlen? Csak már nálam be van állítva. Tehát, hogy ez fontos dolog, hogy szábok nem kaphatnak reklámot. Igen, igen. Hirdetésmentes megtekintés engedélyezett, hogy az előfizetőid hirdetésmentesen követhessék csatornád tartalmát. Kikapcsoljuk, bekapcsoljuk. Adtam. Ilyennek nem szabadna lenni, hogy nálam reklám előfizetőknek. Krappennel kaptál hétfőn? Na, szakítás után vagy? Kérdezte tőled a Spotify, ugye? Kapcsi. De nem azt kérdezte. Milyen zenéket hallgatnál szakítás után? Mondom, ja. Eltaláltad. Jó, na, ráspricceltünk a csajokra, mehet. Mehet most már a kúrálás. Azt mondja, hogy van HP-juk. Nem szabad, tehát, hogy itt mutatják pirossal, piros alapon fehér számmal azt, hogy hány napjuk van még hátra, és hogyha lemegy nullára, akkor átviszik a közeli kórházba. És zöld alapon zöld felkiáltva jel lesz, hogyha jól megkúráltuk az illetőt. Hogy mi bajod van? Ez mit jelent? Right tight, ez micsoda? Én nem tudom, ez mit jelent. Megnézzük. Comb. Na tessék. Tehát fáj a jobb combja. Ujjjj, hol lehet a jobb combja? Hol lehet? Itt? Violent Mist kell rá. Hát mindjárt. Intézem. Na. Nem tudom, amúgy ezt hogy kell kirakni. De tudom, csak az a gond, hogy olyan nincsen. Olyan háromszög, ami nekem kell, olyan nincsen. Úgyhogy ez most nagy pazarlás lesz, srácok. Nézzétek el. Thank you.
megcsináltuk. Ott a kutya otthona. Na nézzük. Igen. A kutyaház. A kutyaház gyakorlatilag. A kutya otthona. Visszahoztuk őket az élők birodalmába. Kaptunk érte 195 grammot. Ajaj. Ajaj, félek megnyitni a csini. Jó. Bizé. Kovács műhely. Aztán grind. Remélem a kovács műhely nyitva van. Ja. Jó, hát akkor addig... kb. Minden 10-kor nyit. Addig meg... lehetne gyűjtögetni. Nagyon jó. Megsarlózzuk. Egyébként... csak egy kicsit zavaró az, hogy nagyon lassan jönnek a feladatok a játékban. Bár persze lehetne azt is csinálni tényleg, hogy alszunk ahelyett, hogy én itt nyomom a grindot, de a grind úgy is kell ahhoz, hogy haladjunk a játékban. Hát azzal, hogy most grindolunk, gyakorlatilag mindenkit ki fogunk tudni gyógyítani a betegségéből. Például kutyával beszélünk. Kutyát megetetjük. Gembával. Mindenkinek szeretnie kell engem. Lassan 300 fánk meg kavicsunk van. Thank you.
Kaptunk egy achievementet, mert sokszor használjuk a fast travelt. És kaptunk egy ajándékot az egyik küldiért. Én meg senkinek nem akarom odaadni az ajándékomat. Zacsi bizony, Zacsi Coolers. Jó, és akkor... hát a kocsma. Ráspricceltünk, igen. Igen, látom, hogy, tehát, hogy rendetlenség van. Na, tehát akkor mehet a fejlesztés. Mindjárt. Szerintetek a leendő Kovács asszonyságnak odaadjuk az ajándékot? Aszta. Nem semmi. Jó, hát a szika fejlesztése 900 arany. HP, max HP tudunk növelni. Illetve növelni lehet az üst kapacitását, és egyelőre ennyi. Tehát kell nekünk még pénz. Ő a Suzy? Nem, ő a Laura. És Luke a tesója. Mit fognak neki adoptálni? Ja, hogy lesz egy cicája, örökbe fogadnak egy cicát neki. Hogyha jól fog viselkedni. Végül is el lehetne ide jönni. Na végre! És itt van, srácok! Horgászos cutscene. Nem is bízom, hogy ez az. Na. Na, srácok. Kaptunk tőle horgászbotot. El se hiszem. Amúgy menő, ahogy így mutatja, hogy feloldottunk valamit a játékban. Hiperworm kell. Na, tehát Hiperworm 25. Eszünk 5-öt ebből. Eszünk 5-öt ebből. És 5-öt ebből. Na nézzük, rögtön a legnehezebb halakkal kísérletezünk. Ja, hogy ehhez már advanced fishing rod kell, akkor mindegy is. 3-as, 2-es és 1-es, ott az 1-es. Szia Lord Ferry, mi zú is? Megosztjuk veled a recepteket.
hát most mindenkivel is lespanoltunk. Na, kíváncsi leszek majd, hogy ez hogy megy. Aha. Tetszik ez a mechanika? Tetszik? Ezzel a játszival te is mentél el pár kört? Hoppácska! Minél távolabbra dobjuk be, annál távolabbra kell őket kihúzni. Egyszerű a mechanika, amikor morcos fejet vág, akkor nem lehet húzni. Ha pedig kifáradtat, akkor pedig igen. Tessék. Recenzás mindig jól megy nekem? Jó kis neonabizba is, mi? Feladottál már minden területet? Mennyi órád van benne, Lord Feri? Morcos, harcos. Hoppá, új rekord, egy angolnát fogtunk. Basszus, jó szívás, milyen távolról kell húzni. És PS-en nyomtad? Ó, nem is tudtam, hogy ez van PS-re. Még mehet kettő. Még két halat kéne fogni. Nagyon ficánkol. Oda néz. És valami horgász skillünk nőtt, amit nem tudom, hogy hol lehet majd megnézni, de láttam, hogy valami horgászatunk nőtt. Kanapéból kiváló? Hát azt elhiszem. Jó kis chill-es game, basszus. De morcos lett. Makréla. Oké, kifagytunk a kukacból.
Gyorsan még a kocsmába bemegyünk, és akkor onnan pedig már haza fogunk szágoldozni. Helénát már elkaptuk. Aha, hétfőnként nincsen kocsma. Azért nézzük meg az árkád játékokat, hát ha van más is. Hát itt csak ez van. Pedig ott a kocka. Nem lehet... Na, akkor Lordféri átetet tudsz segíteni. Van-e más ilyen minigame itt a kocsmán belül? Ami nem ez a csapkodós. Mert én csak ezt találtam, de már ki is játszottuk. Meg lett az első hely. Na lett, hoztak új pácienst. Na nézd, tudom már nincs. Ó, kár. Kutya simi. Kutya etetés. Szia, Brezmánki. Márta. Hát, ez a tenyere? Ja, megnézzük. Mit mond itt nekünk a Google? Aha, a jobb tenyere fáj. És a bal térde. Na végre. Fényes nap. Kertek alatt. Alódaim megfagynak. Ezt elszóltuk. Nem, ez csak olyasmi, mint a Stardew, Sophie. Na, hát kettő Violent Mist kell, ahogy látom. Emlékszem, hogy hogy csináltuk. De nem akarok sok pazarlást. Aha, azt hiszem valahogy így volt. Ja, hogy olyanunk nincsen. Aha! És akkor kell még egyet csinálni. És kihúráljuk. Szia, hello! Na. Tessék. Szia, Lajos! Tessék. Márta is boldog. Ő is elégedett.
azt a még egy ajándékot, meg 309 pénztet kaptunk. Hát ez elképesztő, srácok. Ez elképesztő. Na, mit kéne először csinálnunk? Grind? Hadszoljon a grind, azt mondjátok? Forresttel szeretnék beszélni. Bubble. Ő is ranger. Nem talált semmiféle veszélyes dolgot. Jó. Ó, nem tudom, Zakika, én így néztem, hogy milyen a Harvest Moon, de nem. Nem kapott el. Nekem abban és az ahhoz hasonlóban túl sok a duma. Néztem az Animal Crossingot is, de az is nekem volt, hogy túl sok a duma. Hát ez Animal Crossingban bőven van, és semmit sem olvastam el kb. Engem az zavarna, hogy nem olvasom el. Inkább legyen kevesebb szöveg, de akkor már mindent el tudok olvasni, hogy miről van szó. Örülök, hogyha eltelik egy nap, srácok, és hoznak egy beteget. Mert addig is van mit csinálni, meg kapunk érte pénzt, meg kapunk ajándékot is. Tök jó, hogy kapunk ajándékot. Az ajándékot meg oda tudjuk adni másnak. Következő szint, hogy én teszem az embereket betegé, lehet. Ezek után simán lehet. Pedig amúgy az Animal Crossing is nagyon érdekel. Érzem, hogy az is olyan nekem való játszi. Ja, hallottam a Dinkumról. Hogy abba bele volt őrülve Avid. Hogy ez gyakorlatilag úgymond, hát csúnyán fogalmazza az Animal Crossing PC-s verziója. Hát figyelj, lehet, hogy csak nekem volt sok a szöveg.
egy ember fejleszti a dinkomat, hoppácska. Ő a polgi felesége. Csoda beszédek. Disney-s sztárgyó? Azt nem vágom. Na basszus, most valami új szöveget mondott. Ja, hogy mindig mást mond. Úgy néz ki, hogy Cassandra több dolgot is tud mondani. A legtöbben csak két dolgot mondanak. Épületen belül nem lehet teleportálni, legalább ezt is megnéztük. Hello? Ó, hogy ő a Rú. Az övé az ő kedvenc színe a piros. A Disney-s sztárgyukban ilyen Disney-s karakterek vannak, nem? Vagyok, hát ez nem meglepő. Na. Horror sztárgyú. Ó, és színeket lehet majd feloldani. Értem. És Hana dolgozik itt. Aha! Az oroszlán király jön új karakter. Ezt ki kéne próbálni akkor. Aha, tényleg, Derekkel még nem találkoztunk akkor ezek szerint. Jó. Na, beszélünk a Chelsea-val. Hova tette a cuccait, azt kérdezi. Hopp, hopp, hoppácska. Azt hittem, szintet lépett a kapcsolatunk. A Game Pass-ben benne van? Jézusom, nagyon sok pénz kell. Hát... Erősítsük meg a kasszánkat először. Srácok! Most mit történt? Srácok, kinőtt a karakterem haja, jól látom. What? Miért nőtt ki a karakterem haja? Lehet tudni? Már ilyen régóta játszom a játékkal? Terik az idő? Néha ez olyan, mint a Witcher. Tiszta Witcher copy. Ott is Geraltnak a szakálla. Az biztos, hogy most meg könnyebben nagyon tudom csapni az elemiket. Hát ez amúgy meglepett, srácok, hogy kinőtt a karakterem haja.
Biztosban belenéztem én is, elején megijedtem, hogy ez nem az én korosztályom, de aztán másnap olyan elnyújtottam, beleöltem 5-6 órát simán. Gyűjtegetek, horgászgatok, ültetek. Ne is mondj ilyeneket, Mozi, ez nagyon jól hangzik. Ez nagyon jól hangzik. Ilyet mondasz, hogy ültetés meg horgászás, Jesus. Imádok ilyeneket csinálni. Nincs már senki, kell majd próbálni. Nagyon durva, hogy milyen könnyen szét tudom csapni most már az elemit. Még a grind is jobb lesz így. Majd még a kocsmába el kell menni este. Örülök neki, hogy úgy ér véget ez a nap, hogy teljesen átnéztük ezt a helyet. Gyűjtegetés, ültetés, horgászás, Game of the Year, így van. Hát mint a bárányos játék. Már nem tudjuk megtámadni, mert nem maradt rá energia. Ah, és ott majd researcholni is lehet az asztalnál, csak mi nem tartunk ott. És tudjátok mi a gond? Nem hallottam azt a bizonyos hangot, hogy betegeink lettek. Szevasz, Márta. Moon Cloves. Nem szippantott be a graveyard, Lord Fairy, mi a fene, pedig nagyon jó, nagyon jó. A játékok közül, az ilyen jellegű játékok közül az volt a legszórakoztatóbb. Olyan szinten, hogy a története nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Pedig minden nap meg kéne betegedni az embereknek a tiát, így most hogy leszünk? Hogy leszünk gazdagok? Ez az ajándék? A Moon Claw az ilyen varázság szimbóluma. Hát de én ezt megcsináltam, az a gond, hogy erről már későn mesél a játék. De egy gyűjtögetés, vagy mihez mész speciálzni, és azt... Hát nem akartam még olyat. Ja, hát így most mondja a játék, hogy feloldottuk, de már kettőt is oda ajándékoztam. Jó.
akkor grind. Hát akkor menjen a peca. Akkor mehet a pecázás. Kiskutya. Gizsgutya. Majd legyünk annyiba, hogy nem a pénz a, lesz a szűk keresztmetszetű. Azt mondod? Az a jó, srácok, hogy mindjárt meg lesz mind a három felszerelésünkre való alapanyag, upgrade-elésére való alapanyag, illetve ha még szorgosan gyűjtünk, akkor a következő területre is át fogunk tudni majd menni. Micsoda? Nem már, már megint kezdődik ez. Már megint lefagyogott a kép. Ah, shit. Shit. Akkor úgy néz ki, hogy még jobban át kell rendeznem a kábeleket a gépnél. Szomorú. Köszi, hogy szóltatok. Nézd ki, hogy ez az USB-s hosszabbítós dolog, ez még mindig... azt hittem, hogy ez volt a probléma, de úgy néz ki, hogy nem feltétlen ez. Megpróbálom visszarakni azokat a kábeleket, amik így voltak még... július elején. Azóta van ez a szenvedés. Szerint viszont biztosan az OSG kapcsolat instabil. Ja. Az a gond, hogy... Az alaplap... Az alaplap mindegy. Mindjárt lefárasztjuk a karaktert. Kíváncsi leszek majd az új fejszével, milyen könnyen tudunk fát vágni. Minőség és árnyék volt USB kábelekkel, próbáltad már? Nem tudom milyen kábeljei vannak. Na, kifáradtunk, úgyhogy most mehet a fürdőház. Hát valószínűleg egyébként a 3 méteres kábel, ami a mikrofonhoz volt,
Az rövidke volt, de azért mondom rövidkének, mert nem teljesen volt rövid, de így volt jobb elrendezni a dolgokat, és vette egy 5 méteres USB kábelt. Ez nem hosszabbító, hanem a kábel 5 méteres, valószínűleg ez lesz a gond. Most már nincs több ötletem, ami így... Hogyha ez nem oldja meg, ennek a kábelnek a cseréje nem oldja meg, akkor nem tudom, mi fogja egyáltalán. Kéne nyomni a horgászást. De hogy olyan furi, hogy a mikrofon kábele 5 méteres, annak semmi gondja, de minden mással gond van ilyenkor. Na, hát amikor Opál Hart a lánya korában volt, akkor mindent magának tanult. Ne hasonlítgass se, azt mondta. Hát, hogyha a nyomdokaimba akarsz lépni, akkor el kell fogadnod a tanácsaimat, hogyha jobb akarsz lenni. Jó van. El az utamból lespricceltük a csajt. Na, ne szaladjál, ne szaladjál, adok egy ajándékot. Nem fogadhat el tőlünk ajándékot. Na, oké. Okay. Hát adjuk ennek a Reinernek. Jól van. Mindenkivel spanolni kell, ez nagyon fontos. Van egy olyan feladatunk, hogy a tavernába kell mennünk. Este. Ja, hát akkor ez még odébb van. Horgászás esetleg? Erre gondolsz, Lotferi, amit most néztem? Veszünk kukacokat, mondjuk 20-at, nem, 10-et, elég lesz 10. Egyelőre elég a 10. Nincs semmi feladat. Ja, ha a szintet épp egy kapcsolat, mindig kapsz hozzá egy ilyen story questet, és csak utána tudod tovább repúzni. Aha. Tiszta sztárgyú kopi. Zekével is domálunk. Uha, nem sok hal van, srácok, most itt. Bekapta, bekapta. Ez már megvan simán. Ó, rák.
Jó, már ez is megvan. Még nagyobb shrimp. Hát ez gond. Ez gond, nem? Ilyenkor most elpazaroltam egy kukacot? Nem figyeltem. Nem. Jó, megijedtem, srácok, hogy ilyenkor el van pazarolva egy kukac. Ez már eltelt egy óra. A horgászással iszonyatosan gyorsan telik az idő. Crayfish. Hol lehet megnézni ezt a horgászós szintünket, hogyha van ilyen a játékban egyáltalán? Hát most egy kis shrimp. Aha, közben 7 óra lett napló. Jó, sokan vannak. Ó, és itt írja, hogy kirevel lehet románcolni. Na, Runehartnak adtuk az ajándékot, az fele nem is lehet románcolni. A horgászboltban lehet amúgy. Na, csak eltüntettem itt a... Ja, hát itt nem lettünk okosabbak én, ahogy látom. Ebben a nézetben. Ha akarok rendelni valamit, akkor csak szóljunk Mártának, azt mondta. Én úgy tudom, hogy vele is lát. Pedig itt nem volt Runehart. Tönkre teszi a darts táblát. Nagyon mérges az anyjára. Megint harcoltatok? Igen. És az idegesít a legjobb, hogy mindig magához hasonlít, a fiatal önmagához hasonlít. Beszélned kéne vele. Na. Versenyeznek. Na, azt kérdezi, hogy van-e kedvem dárcozni velük. És sajnálja, hogy lekiabált a fejünket a legutóbbi alkalommal. Hoppácska. Level up volt a barátságunk. Nézzük csak meg még egyszer. Ja, ő nála nincs ott, hogy románcolható. Shit. Hát akkor mehet a polgi lánya. Wow, hát ő is kemista akar lenni, ahogy csak én. Itt a mutár. Ja. Na, amúgy nézzük csak, kivel lehet a románt szolgatni. Tehát Bumble-nel nem lehet, mert igen, érthető. Cassandra meg a rendőrfőnök felesége.
Dennel nem akarunk. Derekkel se, Devvel se. Ez fura. Mártával van a legnagyobb barátság szinted? Aha. Helena. Kips, a cicus. Laura. Hát Laura még kis csaj. Kis gyerek. Na Leano, a kalóz csajszi, ő vele lehet összejönni. Mártával is, aha. Gentle lady. Uh-huh. Á, tehát ő nem így született Moonberry-ben. Aha, és Reiner. Hát nem, vele se akarunk. És itt van még Rue is. Még Xiaoval is össze lehetne jönni. Jó, hát nem tudom amúgy. Így ezek alapján a Márta és Rua, aki így szimpi. Ja. Hát akkor szerintem meg vagyunk. Talán még belefér egy kis grind. Talán még belefér. Nem emlékszem, hogy itt az alját kitakarítottuk-e. Úgy néz ki amúgy, hogy igen. Szevasz, Gyuri. Na, a holnapi napon pénzt kell csinálnunk, hogyha tudunk, persze. Ez lesz a cél. A pénz csinálás. Jó. Hát már egy csomó alapunk van, viszont pénzünk nincs mellé egy darab sem. Ugye tudunk csinálni potikat. Lehet, hogy azt kell csinálnunk. Meg kell néznünk, hogy ezeket mind hogyan kell majd csinálni. Hogy sok pénzünk legyen. Ez mi ez a gomb? Az, hogy nincs másik földünk? Mi az, Konix? De most benézni a közösségi épületekben, mert ott is oldódnak fel a dolgok, polgi, hivatal, rendőrség, stb. A játék nem mondja, aha. Oké. Na most kiderül, hogy éjfélkor alszunk el, vagy kettőkor. Első nap 1:20-kor mentem aludni? Akkor nem lesz gond éjfélkor. Akkor kettő tényleg, ahogy mondtátok.
De remélem, hogy holnapra megbetegszik azért valaki. Na végre! Na végre! Ez a beszéd. Na nézzük, Opelhart, a jobb térde. Fáj a jobb térde. Violent Mist. Mindenkinek? Mindenkinek Violent Mist kell. Na, akkor mehet újra. Azt mondja. A jobb térde fáj, mi lehet a rosszabb? Ezt nem is akarod tudni, Scott. Most máshogy csináljuk. Na mostan az, hogy ötöt lekraftoltunk ebből a fajtából, és most már hozzá lehet adni a receptekhez. Jó. Ja, ott van egy recept belőle. Tök jó. És mennyit tudunk így craftolni? Hát egy jó párat. A Tentrisz kirakós nem is olyan rossz. Hát majd később még milyen jó lesz. Kíváncsi vagyok később milyen lesz. Mondjuk lecraftolunk egy... vízet. Na és akkor el lehetne adni. Hol kéne megpróbálkozni az eladással, srácok? Bibis, bibis a lába. 3hasznos.gyógyszer.org.potion. Jó, soha nem érezte még ilyen jól évek óta magát. Nagyon jó. Jó, tehát kutyus. A klinikát majd fel kell újítani. Az is valószínűleg nagyon sok pénz. Jó, még kora reggel van, úgyhogy grind. De lehet fejleszteni az otthonunkat, lehet fejleszteni a klinikát is. Már nagyon profi nyomjuk. Hamarosan megkapod az eladási lehetőséget, egy-két esemény még. Ó, oh, köszi szépen, Andrew. Én meg már itt rásolni akarom a játékot. Mateo Valmizó. Mateo, hát az... kezdett csomagolni. Újjól dolgozom a városnak.
Nem, sajnos nem sikerült bebizonyítani egy kóklára, hogy eddig mindenkit meg tudtam gyógyítani. Nagyon komoly grindok vannak, srácok. Szerintem már érthető, hogy miért akarom a túlokat fejleszteni. Maci nem dobott mézet. Hogy a horgászbotot kellene indulni a versenyen, megnyerni és végtelen pénz. Adom az ötletet. Remélem ma van zárva a fürdőház. Ja, ha van zárva a fürdőház. Semmi gond, nem esünk kétségbe, hát akkor meglátogatunk mindenkit. Cicával is domálunk. Igen, ez a csütörtök ilyen szociális nap. No. Mindenkivel lespanoltunk. Aki itt van persze. És most megkeresünk mindenkit. Xiao biztosan dolgozik, tehát ő nem lehet itt. Ez az utolsó nap, srácok. Hana sincs itt. Ez az utolsó napunk most a játékban. Nem adunk neki ajándékot. Blacksmith upgrade kell, hogy továbbfejlesszük a sarlónkat. Mutatkozunk az öreg Oceanos házikóban? De otthonosabbá tudja nekünk te mi azt tenni. Na hát elvileg fát kell neki hozni. Ha jól értettem. Olivia vissza szeretne menni a fővárosba. Aha, fa és fizetség. És akkor renovál. Hát meg kavicsok.
Ha tehát a klinika fejlesztéssel növelni lehet a bevételünket. Hát ez jól hangzik. Egyébként. Hát az helyzet a polgármesteri hivatal mindjárt bezár. Bezár. A városháza. Cica. Jaj, cica. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Szia. Na. Ez volt a beszélgetés, igen. Itt van valami, amit a polgi szeretne megmutatni, és a Xiao elmagyarázza. Ez itt a kommunitásos tábla. Bármilyen kérés van, a Mumberi lakosok azt ide teszik. Hát, oké, igen. Minden hét végén tisztítják a táblát. Jó, ez tetszik. Kommunistás tábla, igen. Na. Nézzük csak. Quest board unlocked. Requesteket lehet elfogadni. Materiálokat bele kell dobni. A kis dobozba. Apple juice. 9 bazil kell, és kapunk egy apple juice, meg 350 pénzt. 4 fehér hús, 1 apple juice, meg 150 gold. Wow. Brosúra. Ja, hát ezeket a küldetéseket mind megcsináljuk. Gyűjts 12 kobold fülen, gyerünk Elvin Forest. Én nagyon szomorú voltam, amikor rájöttem, hogy Elvin Forest az nem Evelyn Forest, pedig jó pár évig Evelyn Forestnek mondtam, és kiderült, hogy amúgy nem az. Sokat horgáztam WoW-ba is. Aha, ja, hát ugye Lich King alatt az kellett a nagy kajához, amit így le lehetett rakni, ha jól emlékszem. De Pandába is sokat nyomtam. Ritititi! Nem gondolkodtál azon, hogy de ki az az Evelyn? Nem. Na, várjunk. Szerezzünk outdated brosúrákat. De honnan lehet outdated brosúrát szerezni? Ja, látom. Ez ennyi volt. Már van 700 pénzünk. Na,
Nézzük csak, tehát ki az, akivel kéne beszélni? Hol van Cassandra, kutya? Kutya! Hol van Cassandra? Hát ilyen gyorsan én nem tudok menni. Kutya. Russo fél a halaktól. Itt lesz Russo, a kisrác. Ugyanazt mondja. Na nézzük. Bubble-el se beszéltünk. Mondjuk, hogy tudom, hogy hol van. Dan. Yeah, Dan. Na, kutya. Dan. Keresd meg Dant. Na, várjál. Sokellia. Sokellia nővér. Szia, Scott! Köszi, hogy itt voltál. A templom mindenki számára nyitva van. Russo jó fiú. Na. Na, a templomba is majd be kéne mennünk. Na, hát még vele se találkoztunk Viktorral. Értem. Viktor egy fura szerket. Igen. Alkat. Szerket? Az nem tudom mit jelent, srácok. Na, kolostorba él Russo, úgy néz ki. Ez az ő városa. Nem fél tőlünk. Jó kis Nogem Folger Elixir. Mit csináljunk még? Mit lehetne csinálni? Kocsma. Elmegyünk a kocsmába. Jó, velük dumáltunk. Rendőrség megvoltál? Nem. Ott még nem is jártunk, de már valószínűleg nem is volna beengedni. De beengednek, jól van. Köszi szépen. Köszi szépen a követéseket, srácok. Kérdőjel. Persze, hogy van egy percünk. Na, hogyha akarunk nekik segíteni, akkor fel kell írnunk magunkat arra a táblára. Ó, rész a munkaidős melók. Aha. De dolgozhatunk a rendőrségnél, a templomba, illetve a postán. És 2 órát vesz igénybe. Mehet. Vannak minigémek. Aha, itt most valami kategorizálni kell. Mi? Ja, látom. Hoppá.
Aha. És kaptunk 125-öt érte. Ez menő minigame volt. Ez tetszett. És akkor még a postán is lehet ilyet csinálni, meg a... meg a templomba is. Posta szerintem már zárva van, és ezt minden le lehet nyomni. Ne! Ne, én még... az helyzet... nem szabad. Tehát, hogy azt mondtam, hogy ez az utolsó nap. Úgyhogy ez az utolsó nap. Tehát, hogy a péntekben már nem kezdünk bele, mert soha nem szabadulunk a játéktól. Tehát most. Most hagyjuk abba. Tehát, hogy most, hogy felfedeztük, hogy lehet ilyen részmunkaidős feladatokat vállalni, el kell mennünk majd a templomba is, meg a postára is megnézni, hogy mi újság, illetve nagyon tetszik. Nagyon tetszik a játékban az, hogy nagyon szépen meg kell szerveznem a napomat, pont mint a Stardew-ba, és egyébként pont az kellene a Stardew-ba is, hogy 100%, tehát hogy 100% olyan, mert nem hiányzik sok minden, csak meg kell szerveznem a napomat, mert nem akarok elkezdeni úgy újra játszani a játékkal, hogy nincs meg egy napom, vagy mikor mit akarok csinálni. Szerencsére, ameddig nem mentek, meg ameddig nem kezdődik új nap a Stardew-ba, addig újra lehet kezdeni, szóval fel akarom venni a ritmust, és nagyon tetszik, hogy itt még most a betanulós fázisban vagyunk, ahol folyamatosan állokkolódnak a dolgok, és hát nem tudom, hogy mennyi idő lehet végigjátszani. Ezt a játékot, de nem lesz olyan hosszú szerintem most jelenleg még, mint egy Stardew. Király lenne, hogyha hosszú lenne, de én úgy érzem, hogy ez a játék megérdemli, hogy végigjátsszuk. Úgyhogy lehet, hogy hetente egy vagy két alkalommal majd peregni fog, de ez iszonyatosan jó. Hát persze, most még bőven nem olyan hosszú, mint egy Stardew. Az fix. Nagyon tetszik egyébként. Tényleg tetszik az, hogy ugyanaz van, tehát hogy meg kell szervezni a napunkat, melyik nap mit csinálunk, kihez megyünk, hova megyünk, barátkozni, szocializálódni kell, ki lehet használni most még ezt a fürdőházat, ugye, hogy nagy mennyiségű energiaújra töltésünk legyen, lehet haladni a gyűjtögetésben is, hogy fejlesztjük az eszközeinket, lassan már tovább lehet menni a következő szintre. Harcolni még nem tudtam, tehát azt még nem fedeztem fel, hogy hol lehet harcolni lények ellen, szörnyek ellen. De elvileg olyan is lesz majd. Horgászni is tudtunk már, úgyhogy annak is nagyon örülök. Végigjátszottuk a kocsmába az egyik minigémet. Lett klinikánk. Betegségeket azonosítunk, ahhoz potionokat gyártunk, úgyhogy nagyon tetszik egyelőre a játék, pontosan azt hozta, amit egyébként elvártam, egy potionos Stardew, tehát egy ilyen vegyészes Stardew. Fogyvasztós Stardew. Nekem tetszik, srácok. Remélem, nektek is. Dehogy nem, hát ott voltam Maci meg a Slam. Én valami... nagyobb kihívásra számítottam, Lord Fairy. Igen, ezek a midigémek amúgy nagyon jók. Ez nagyon tetszett. Ja. Úgyhogy nekem adta, tényleg, hogyha most nem mondtam volna erőszakkal azt, hogy már pedig most abba adjuk a csütörtöki nappal, akkor szerintem még jó pár óráig itt ültünk volna, és nyomtuk volna, mert ez fantasztikus. De a Chicken Police nem lehet megváradtatni.